Sziasztok, Sestilinszki vagyok a Spacelingorgból, és ismét itt vagyunk egy Inside összefoglalóval. Először a készülő NPC-k kerültek szóba. A csapat elkészült egy adag árussal és boltossal a PU-hoz. Ez azért remek, mert eddig a boltok személyzete csak átlagos ruhákat viselt, például sima nadrágokat és pólókat, de most új szint hoznak a Szárci-10 világába. Bemutatták a csapost vagy pultost, akinek a ruhája már egyértelműen tükrözi a hivatását, de a felszolgálók is megkapták a maguk kis kötényét. Az éttermekre is gondoltak, így készítettek séf, pincér és hostess ruhát is. Nem mindig volt egyszerű például, hogy egy séf ruhája sci-fi megjelenésű legyen, hiszen a manapság használt ruházatuk sem túl bonyolult. Sok verzió után végül elégedettek lettek azzal, amit megalkottak. Ezután a fejvadász ruházatok kerültek szóba, ahol különféle határokon belül kellett mozogniuk, például ügyelniük kellett arra, hogy ne legyen túl medmexes, de arra is, hogy elhatárolódjon a hajók elfoglalására szakosodott kalózok öltözékétől. A fentieken túl készülnek már a meleg ruhák is Microtech bolygóra, amelyek talán a Code Blue által gyártott első termékek lesznek. A tervezések során a csapatnak figyelembe kellett vennie, hogy a maihoz képest 900 évvel későbbi időpontról beszélünk, így a kultúrák és a vallások is összekeveredtek addigra. Nem sokára elkezdik ezeket a ruhákat elkészíteni, így hamarosan már NPC-ken vagy akár játékosokon is viszont láthatjuk őket. Ezután diszkó villámhidei következtek, amelyek szerint már dolgoznak a bolygófelszíni szüretelhető növényeken és gyűjthető tárgyakon. A videón különféle növényeket láthatunk, amelyekkel a jövőben a Hearthstone-szerű bolygókon találkozhatunk. De ez a rendszer még nagyon gyerekcipőben jár, ahogy a hozzá kapcsolódó személyes tárhely is, amelyek együtt majd alapot teremtenek a játékos állapotrendszer bővítéséhez, például a szomjúsággal és éhséggel. A pultos NPC-k is örülhetnek, mivel a kellékes csapat elkészült pár használati tárgyal, aminek köszönhetően változatosabb lett a viselkedésük, és többféle italt keverhetnek. A hajófegyverek területére tévedve megcsodálhatjuk az új hajóra szerelhető lézerájut a Kronektől, ami az ígéretek szerint egy komoly pusztító erejű, nagy hatótávolságú fegyver lesz. A villámhíreket a Banu Defender állapot jelentésével zárták. A hajó kétszemélyes és az emberiség első idegen baráti fajától származik. A hajóból sugárzik a Banu kultúra és technológia, ami azért is fontos, mivel ez nem csak az első megjelenése lesz a Star Citizenben ennek a kultúrának, de ez teremti meg az alapjait a népszerű Banu Merchantmannek is. Ebben a negyedévben még vissza fogunk térni a Defenderhez, hogy figyeljük a fejlődését, hiszen a megjelenése a 3.7-es verzióban várható. Ennek az epizódnak az utolsó szakaszában pedig egy túrán vehetünk részt a 890 Jump alsó fedélzetén, amit nagyjából végig is fogunk követni. A túrát a raktérben kezdjük, ami a hajó hátuljában, az alsó szinteken van elhelyezve. Jó sok hely van a rakománynak, amit a liften le lehet küldeni, az ablakon pedig követhetjük is a mozgását. Leereszve egy nagy üres teret kapunk az alkatrészekkel, például itt található az ugróhajtómű. A másik oldalon kapott helyet a többi fő alkatrész. Oldalt nyílik a motortér, ikermotor így mindkét oldalon megtalálható. Ezeket a területeket a legénység használja, akik a hajón dolgoznak és kiszolgálják a vendégeket. Itt látható a konyha, a plafonon látható tűz alapvetően nem része ennek. Ebben a szobában található a legénység rekreációs helyisége, biliárdasztallal, játékgéppel és italhűtővel. Itt pedig az űrruhák tárolására kialakított rekeszek vannak, mivel az ajtó másik felén a hangárokat helyezték el, amit ezen a légzsilipen keresztül lehet elérni. Később ennek az ajtajai egyszerre nem tudnak majd kinyílni, hogy ténylegesen zsilipként funkcionáljanak. A hangárban járunk, ami a nagy hajóhoz illően hatalmas. Úgy tervezték meg, hogy az egész padló felemelkedjen, így a fel- és leszállás sokkal egyszerűbb lesz. A hangár egyik sarkában egy kosárlabdapályát helyeztek el, a hangár emelkedő része körül pedig rögzítő csíkokat tettek le, hogy oda a plusz rakományt lehessen helyezni. Az előn látható ajtó a hajó első részén lévő lövegtoronyhoz vezet, ez a másik ajtó pedig a hajó hasán lévő lövegtoronyhoz.
A hangár másik oldalán is a korábbihoz hasonló zsilipet látunk, de ez egy várószobába vezet, amit a gazdag vendégek használhatnak érkezéskor vagy távozáskor. Ez pedig az a folyosó, amelyen eljuthatnak a hajónak arra a részére, ahol utazni fognak. Ezt a liftet használhatják. A hajó mindkét oldalán van ilyen lift. Ezen a két liften keresztül lehet megközelíteni a felsőbb szinteket, de arra az esetre is gondoltak, ha a hajón áramkimaradás van, ezért itt elhelyeztek egy létrát. Ez köti össze a vendégek részét a hajó balsó fedélzeteivel. Ezen a folyosón bemutatták azt is, hogy hogyan néz ki a hajó például akkor, ha vészhelyzeti fények világítanak. Ezt most csak ebben a helyiségben aktiválták. Ez az ajtó a hajó vendéglátó területére vezet, itt egy átriumot láthatunk, tovább haladva pedig a gyógyfürdőbe jutunk. Jobbra padokat és szekrényeket találunk, mellettük pedig két szaunát, valamint zuhanyzót. A másik oldalra egy jacuzzi került. Ennek a dizájnja megváltozott, korábban barlangszerű volt, de az nem illett egy hajóra. A fürdő üvegfeneket kapott, ami alatt sziklák és vízinövények vannak, és majd halak is kerülnek bele, azonban ezek még nem készültek el. Ezzel pedig a túra és az epizód végére értünk, találkozunk jövő héten, hosszú és eredményes életet. Szolinszky? Szolinszky. Szolinszky? Good job, Szolinszky. Yes, good job, Szolinszky.